Három észak-koreai halászhajót fedélzetükön 262 fős személyzettel tartóztatott fel az orosz határőrség a Moszkva által orosznak tartott vizeken. A hajókat Nahotka kikötőjébe irányították, ahol a hatóságok a kifogott 30 ezer tintahal mellett illegális halászeszközöket is lefoglaltak az orosz Interfax hírügynökség szerint. Ebben a hónapban ez már a második hasonló incidens. Szeptember 17-én a japán tengeren tartóztattak fel két észak-koreai hajót, miután egyikük megtámadott egy orosz járőrhajót, három katonát megsebesítve. Akkor 161 embert vettek őrizetbe. Júliusban Moszkva azzal vádolta meg Észak-Koreát, hogy az illegálisan lefoglalt egy orosz halászhajót. Fennyan szerint a legénység megsértette az ország határait.